Ez mi a tököm volt? Ez mi volt? Elkezdett szurkálni, aztán meg lement az életem. Hát az tud valamit. Na sziasztok! Úgy gondoltam, hogy ismételten itt a Forerunner bétája. Úgyhogy mindenképpen ki kell megint próbálnom. De hát még most is a szamurájjal szeretek lenni. Úgyhogy ebben a videóban csak szamurájjal fogok menni. És hát próbáljunk ki módokat például mondjuk. És nézzünk egy Deed meccset. Persze, hogy player vs player-t. Play. Merge cancel-t választom. Ővel vagyok folyton, mindig fejleszgetem, ahogy tudom. Megkapott egy ilyen mellényt, akkor ilyen... Hát ez most nem tudom, minek hívják a szamurájaknál. Akkor penge fejlesztésem is volt, meg ez a vigyori maszk, ez nagyon jó. Két egyes szintű társat kaptam magam mellé, meg egy botot. Az ellenfeleknél meg van egy 11-es szintű, egy 3-as, egy 1-es, még egy 10-es szintű. És ha jól láttam, ott három lovag van, meg egy szamuráj, nálunk meg egy lovag, két viking, meg én, mint szamuráj. Tudom, hogy ma játszogattam a nyílt bétával az elmúlt egy-két napban. Hát annyi fejlődést már láttam, hogy mint egy kicsit gyorsabb lenne a játék valamivel, nem sokkal. Akkor előkerült a deathmatch mód is, ami kicsit a duel, meg a dominion keveréke, mert a dominion pályáin mászkálhatsz, de igazából duelezned kell, és itt már viszont négyen vagytok egymás ellen. Még izgalmasabbá teszi a játékot. Viszont még mindig vannak bugok, a Dominion mód még mindig eléggé nehezen indulgat, meg hát 5 perc után ki is dob a francba. Úgyhogy nem tudtam még eddig normálisan végigjátszani ezt a módot. Round 1, fight! Viszont azt figyelgettem, hogy az emberek egyre jobban taktikázgatnak a játékba, a kezdik ki kihasználni a játék lehetőségeit. Meg sokan szeretik lelökni a másikat a mélybe. Egyelőre jól állok, aztán majd kiderül. Oké, ezt kinyírtam. Jelenfél. Jó. Első fordulót megnyertük. Irdatlan brutál az a szamuráj kard. Legalábbis ebben a játékban. Valóságban nem tudom, hogy mekkora volt igazából, de biztos, hogy nem mekkora volt szerintem. Most már ügyesebb. Jó. Ezt is hoztuk. Fight. Annyira Mortal Kombatos. Lefoglak a mélybe. Ez az. Ügyesebb voltam. Hoztuk a kört. Nagyszerű. Most nézzünk egy duelt.
2v2 brawl fight. Ez mi a tököm volt? Ez mi volt? Elkezdett szurkálni, aztán meg lement az életem. Hát ez tud valamit. Ne fuss el, köcsög. Nem menekülj, nem menekülj! Na itt a tőrös picsa. Meg a haverja. És megint szaladgál. Jó, egy-egy az állás, úgyhogy ezt nyerni kéne. Ügyes, ügyesen játszik. Má. Hát ez kitanulta ezt a karaktert rendesen. Tudom, ilyen fogócskát fogunk játszani. Most nyerni fog. Na, egy kivégzést. Fatality. Nagyon ügyesen játszik. Utálmod, nagyon. Fú, pedig két heavy attack kéne neki, azt meghalna. Ez az! Ez az! Utolsó kör. Be kéne lökni valahogy. Sutty. Túl gyorsan támad, az nehéz követ. Na, most meg fog ölni.
bat ezt a vérzős izét, támadást. Van esély, van esély. Csak oda kell figyelni rá. Ez az! Ez az! Nyertem! És egy nyertünk. 7-es szint. Kaptam itt dolgokat. Hashimoto Blade. Alkalmazzuk is. Menjünk Dominionra. Által össze fog jönni. Na, összejött egy Dominion. Kitölt a háború. Na hajrá, fiúk. Gyilkoljunk parasztokat. Bazd meg. Végzés. Hopp, egy fej. Felmegyek ára. Szuper. Jó, többek is itt vannak. Itt feltöltörök egy kicsit. Na, mindenki vág mindenkit. Meg is haltam. Paraszt gyilkolás következik. Kolléga. Ah, bekábultam. Ügyes. Valamiért nem támad, szerintem neki is szarakodott a szerver. Ennyi megtiszteltetés, hogy kivégezhetem. Szuper. Most jól állunk, pontilag. Ah, mindjárt meg lesz. Ügyes. Táncol a kard. Olyan komoly ez a kamera nézet. Több most Bane. Jó.
Nyertünk. Ez az. Na, ki akartam lépni. Itt lefőtt a játék, úgyhogy ennyi volt már a Forerunner. Végül is kipróbáltunk szinte minden módot. Úgyhogy tartsatok velem legközelebb is, iratkozzatok fel, lájkoljatok, stb. Na, sziasztok!